Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Lassan visszaáll az élet a normál kerékvágásba, így Bátaszék polgármesteri hivatalában is ügyintéző fogadja júniustól az ügyfeleket. A vírusjárvány elleni védekezés jelentősen átírta a költségvetést is, mondta Bozsolik Róbert polgármester. Folyamatosan érkeznek a kormánydöntések, melyek a járvány utáni újraindítást szabályozzák. Az elmúlt időszak adatai és tesztelései azt támasztották alá, hogy új időszámításnak kell kezdődnie. Mindez kihatással van a helyi önkormányzatok és az általuk működtetett intézmények mindennapi életére is. Vidéken, és azt lehet mondani, hogy Bátaszék városában sincs vírusfertőzés, ezért indokolt is, hogy visszaálljunk. Ennek első lépése, hogy a kormánydöntése alapján május 25-én hétfőtől visszaáll a városi óvoda és a bölcsőde is az eredeti működési rendben. Várjuk a szülőket, várjuk a gyermekeket. Hozunk igazgatóasszony közreműködésével olyan egészségügyi ajánlásokat, amelyeket kérjük, hogy a szülők tartsák be, de alapvetően minden korlátozás nélkül az óvoda és bölcsőde szolgáltatása igénybe vehető az elkövetkezendő időszaktól. Ezt követően átgondoljuk, hogy a városunk egyéb területén is hogy tudunk visszaállni a korábbi időszaknak a normál kerékvágásba. Ez érinteni fogja a közös önkormányzati hivatal működését is. Június 1-től már meghatározott napokon ügyfélszolgálat találunk majd a város lakóinak rendelkezésére. Különböző területek, szociális igazgatás, építés, hatósági igazgatás, adóigazgatásban már ügyintézővel tudnak konzultálni, kommunikálni a város lakói. És elemezni fogjuk, hogy hogyan tudunk minél hamarabb visszaállni a normál hivatali működésbe. Vizsgáljuk a város életének más területén is, hogy tudjuk visszaállítani az életet. Gondolok én itt idősgondozásra, hiszen ott az időseink már nagyon-nagyon türelmetlenek és szeretnének már végre közösségben lenni, élni. Várjuk, hogy döntés szülessen a közműveledési közgyűjteményi területen, hogy ott megindulhasson az élet. Várjuk, hogy a rendezvényeink esetleg a nyár folyamán vagy ősszel megrendezésre kerülhessenek. Tehát próbáljuk visszaállítani városunk mindennapjait. Mindezek az intézkedések kihatnak majd a képviselőtestület működésére is, mondta Bozsolik Róbert. Korábban gyakorlatilag a testületi működés online rendszeren keresztül történt, bekapcsolódtak a konferencia beszélgetésekbe, illetve hát e-mail formájában tartottuk a kapcsolatot, illetve telefonon is. Jövő héten már tartunk egy személyes jellegű konzultációs megbeszélést. Ennek egyrészt oka, hogy a gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját el kell fogadni. Ezt a képviselőtestület tulajdonosi jogkörében csak a testületi szinten lehet meghozni ezzel kapcsolatos döntést. Illetve én azt gondolom, hogy ez az alkalom tökéletesen megfelel majd arra, hogy egyrészt elemezzük az elmúlt 2,5 hónap önkormányzati működését, hogy látták a képviselők, milyen tapasztalatokat szereztek városlakóktól, bárhonnan a város működése kapcsán, illetve meghatározzuk, hogy az elkövetkezendő középtávra, most gondolok én 2-3 hónapra, hogyan állunk vissza, akár képviselőtestületi működésben, akár város egyéb irányításai tekintetében a normális kerékvágásban. Az elmúlt hónapok történései átírták a város költségvetését is. Egyrészt ugye a gépjárműadó elvonása az már egy jelentős 21 millió forintos lyukat ütött a költségvetésünkbe, de ezt azonnal lereagáltuk, hiszen korábbi döntéseinkkel közel 45 millió forintnyi egyensúlyi tartalékot hoztunk létre. A védekezési költségek most már elérik a 6,5 millió forintot az elmúlt időszakra vonatkozóan. Ebben természetesen a maszkoktól kezdve a fertőtlenítőszereken keresztül minden beleértünk. Vizsgáljuk azokat a területeket, illetve elkészült az az anyag, amely a város intézményhálózatában a veszélyhelyzet miatt máshogy működik. Gondolok én például a városi konyhára, hiszen ott 900 adag helyett közel 300 adagot főzünk. Ebből adódóan a támogatás és a kiadások is máshogy alakulnak. Erről a képviselőtestület fog kapni egy részletes tájékoztatást, hogy lemodellezve, mondjuk a veszélyhelyzet időszak végéig körülbelül mekkora volt az a hiány, amelyet a városnak egyelőre saját költségvetéséből kell majd kezelni. Az első számítások szerint az összeg megközelíti a 40 millió forintot, mondta Bátaszék polgármestere.
Új időszámítás kezdődik a körzeti óvodában Bátaszéken. A vírusjárvány idején is segítették a pedagógusok a szülőket, ám mostantól minden visszatérhet a normál menetrend szerinti működéshez. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó, egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, virágról virágra szádostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég, közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ilyetten tergette a szárnyát. Amíg tartott a koronavírus járvány miatti karantén, a bátaszéki óvónők ilyen mesékkel, kis videókkal segítették a szülőket, és tartották a kapcsolatot a gyerekekkel. A visszajelzések alapján nagy sikert adottak a kis mozik. Akiknek nem lehetett megoldani az otthonmaradást, az intézmény továbbra is nyitva volt, mondta Simon Csabáni, óvodavezető. Azok a gyerekek jönnek óvodába, azokat a gyerekeket hozzák a szülők, akik nem tudják megoldani a gyereküknek az elhelyezését, dolgozni kell menni, otthonról is elég sokan dolgoznak, tehát mi fogadnunk kellett a gyerekeket. Ilyen 35 körüli, 30-35 közötti létszámunk van jelenleg, egy csoportba 5 kisgyerek elhelyezése lehetséges. Ezt mi úgy oldottuk meg, hogy lehetőség szerint azokat a gyerekeket, akik egy csoportba járnak, mindenképpen egy csoportba tettük, hogy ismerősök legyenek, együtt tudjanak játszani, valamint az ügyeletes pedagógusokat is úgy sikerült beosztanunk, hogy a saját kisgyerekükhöz osztottuk be őket. Sikerült megvalósítanunk, és úgy gondolom, hogy elég sikeresen meg tudtuk ezt valósítani, hogy a gyerekeknek hasonlóképpen, mint az iskolában, otthonról történt a gyerekek online nevelése. Interneten keresztül különböző ajánlásokat küldtünk a szülőknek, a tematikus tervünk szerint haladtunk, és lehetőségeket, mint mondtam, tehát ajánlásokat küldtünk számukra, amit otthon is el tudnak végezni a szülők a kisgyerekkel. A pedagógusok foglalkozást tartottak, felvették ezt videóra, mintha ott lett volna a kisgyerek, mintha az egész csoport körülötte ült volna, és ezt küldték át a szülőknek a gyerekek számára. Ebben mese volt, vers volt, átvezetve vizuális foglalkozásba, kézműves tevékenységbe. Ezt a gyerekek megnézték, és a kézműves tevékenységet, akár vagy egy számolásos játékos tevékenységet otthon is le tudták utánozni, ugyanúgy elvégezték. Így rányomkodjuk a pügypang, körbe-körbe, így egy kör alakot próbálunk ki alakítani, még olyat is csinálhatunk, hogy elfúj egy pár darabot a szél, és ennyi az egész. Csinálunk neki zöld festéket, nem is kell hozzá ecset, ezt még a kicsik is tudják. Az ujjunkat belemártjuk a festékbe, ide középre teszünk egy kis zöldet, ugye mikor lefújja a pitypang búbitáját a szél, akkor ott marad a kopasz fejecskéje. De mindez már a múlt, hiszen új időszak indult az óvodai nevelésben is azzal, hogy mindenki mehet óvodába. Jelenleg 226 beírt gyermekünk van, ebből mai nap 105-en jöttek óvodába, és 15-en bölcsödébe. Nagyon örülünk, hogy végre benépesült intézményünk, óvodánk is, bölcsödénk is. Az elmúlt év vége felé egy átfogó bölcsödei ellenőrzés volt nálunk, ami annyit jelent, hogy kormányhivatalból, illetve módszertani szakmai ellenőrzést kaptunk. Ez két évente ismétlődik, erre mindig tudunk számítani. Viszont hát mindig adódik olyan feladat, amit ezzel kapcsolatban el kell végeznünk, törvényi változások egyéb véget. Amit nagyon fontos és kitűztük célul, már lépéseket is tettünk az érdekében, a teraszoknak, úgy a bölcsődei terasz, meg az óvodai teraszoknak a felújítása. Sajnos az évek alatt ezek a teraszok
egyes részei elfagytak, tönkrementek, és ezt muszáj kijavítani, baleset veszélyessé vált. A higiénia és a rend kardinális kérdés alaphelyzetben is az intézményben, ám a jelenlegi helyzetben erre még nyomatékosabban kell adni. Ez is feladat lesz a következő időszakban, tette hozzá Simon Csabáné. Amíg ez a helyzet fennáll, addig ezen leszünk. Az önkormányzat biztosított számunkra fertőtlenítőszert, meg egyéb védekező eszközöket. Betartva az országos tiszti főorvos ajánlását, olyan játékeszközökkel játszanak bent a gyerekek, amit napi szinten lehet fertőtleníteni, és ezt mi meg is tesszük mindenképpen. A beiratkozás első szakaszán túl vannak az óvodában. Várjuk azokat a gyerekeket is, akik majd szeptember után lesznek 3 évesek, mert minden évben ők is meg szoktak jelenni. Most próbáltuk őket értesíteni, de még nem mindenki jelzett vissza. Várjuk a visszajelzéseket, szeretnénk, ha ők is nyilatkoznának, hogy számíthatunk-e rájuk. A viszontlátás örömét fokozza, hogy elkészült az a kerékpártáduló is, amelyre évek óta várnak a szülők és az óvoda dolgozói egyaránt. Több bátaszéki tanár számára ez a különleges tanév jelenti a búcsút a pályától. Közéjük tartozik Neihartné Gyarmati Erzsébet, a II. Géza gimnázium igazgató helyettese is, aki 40 év munka után vonul nyugállományba. Neihartné Gyarmati Erzsébet igazgató helyettes az utolsó tanévében segíti a gyerekeket a II. Géza gimnáziumban. A biológiai szakos pedagógust elsősorban a gyerekek szeretete vezette a pályára. Azt mondja, a mintát számára nem egy, hanem az élete során több tanár adta. Az édesapám foglalkozott szakmunkásokkal munkahelyen, akik a közeg között nőttek fel, ők is pozitívan emlegették a példáját, illetve hát azt gondolom, hogy miután az iskola rendszerben sok időt töltött az ember, mindig voltak olyan meghatározó, pozitív pedagógus személyiségek, akikről így mintát lehetett venni, és talán, ha nem is mondta ki az ember, de hát úgy gondolom, hogy mindenképpen olyan hatással voltak rám, hogy ha a gyermekeket szereti az ember, akkor szeretne értük valamit tenni, és hát őket tanítani, velük foglalkozni. Ezt fontosnak tartom. Nem gondolnám, hogy egyet kéne kiemelni, mert ez talán sértő lehetne azokra, akik szintén hatottak az emberre, inkább ilyen motivumok, példák, tulajdonságok, gyermekszeretet, és ez vissza tudok menni az óvodáig, az általános iskola alsó tagozatáig, a felsőbe, a gimiben, sőt úgy gondolom, hogy a felsőoktatási intézményben is még volt olyan kollega, aki kicsit többet foglalkozott velünk, akiknek többet köszönhettünk, nem csak szakmailag, hanem emberileg is, és ez egy pedagógus esetében úgy gondolom, hogy fokozottan fontos, hogy mindkét rész, ha lehet, a lehető legerősebb legyen. Tehát a gyerek személyiségének fejlődéséhez, fejlesztéséhez, a pedagógus személyiségének is olyannak kell lenni, hogy ezt meg tudja tenni, jóban kell lenni, úgy gondolom, önmagával. El kell fogadnia önmagát ahhoz, hogy másokat is el tudjon fogadni, és hát miután mondjuk megszületett a döntés, hogy pedagógus, akkor azt gondolom, hogy a pályának a másik része az, hogy ez megint nem képzelhető el egyedül önmagában, tehát ez nem egy remete pálya, itt a gyerekekkel való kapcsolat során ugye a gyerekek is visszahatnak a pedagógus személyiségére is, a munkájának a lelkes végzésére, de ugyanúgy a munkatársak, tehát ez egy team munka, csapatmunka, tehát egyedül nagy eredményeket elérni azt gondolom, hogy nem lehet, és akkor ma divatos azt mondani, hogy a partnerek, tehát itt a partnerek között nem csak a pedagógus kollégákra kell gondolni, hanem ugyanúgy a szülőkre, vagy az iskolát körülvevő környezetben azoknak a munkatársaknak,
intézményvezetőknek, társintézményvezetőknek, vagy legyen művelődési ház, vagy fenntartó, vagy könyvtár munkatársainak, akik segítik az embernek a munkáját, és lehetővé teszik azt, hogy mondjuk kibontakoztassa a tehetségét ezen a területen. Ha az ember arra adja a fejét, hogy fiatal generációkat képez, akkor valamilyen módon haladnia kell a korral ahhoz, hogy a gyerekek partnernek tekintsék, mondja. Nem frissítjük önmagunkat minden téren, ez most egy kicsit nem annyira jól hangzik talán, akkor elszalad mellettünk a dolog, akkor nem fogjuk tudni megérteni a következő generációt, mert azt tudomásul kell venni, hogy ugye körülöttünk minden változik, változnak a családi viszonyok, változnak a körülmények, változnak a technikai adottságok és lehetőségek, amiben a mai nemzedék felnő. Nagyon nem szeretem, amikor szídjuk a mai nemzedéket, vagy próbáljuk összehasonlítani az előzővel. Mi más körülmények között nőttünk fel. Ezek a gyerekek nem rosszabbak, lehet, hogy mások, mással lehet megfogni őket, hát ehhez meg alkalmazkodni kell. Aki nem tud alkalmazkodni, szerintem a sikerélményei a munkájában mindenképpen csökkennek, és talán fásultabbá, kiégettebbé teheti ezt, de akkor, hogyha megtalálja a hangot, ugyanúgy a mai gyerekkel, mint mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt, bocsánat, nem ugyanúgy, hanem megtalálja a hangot, akkor nyilván, hogy ezáltal a pedagógus is változik, fejlődik, és hát fiatalosabb marad, mert fiatalokhoz alkalmazkodik. A pedagógus vagy a gyerekek mindent megéreznek, én úgy gondolom, a legjobb műszerek. Tehát a munkánknak az egyik nehézsége egyébként az, hogy meg akarunk felelni annak, hogy a gyerekeket igenis magunk köré kell gyűjteni, a gyerekeknek nyújtani szeretnénk valamit, és hogy ezt meg tudjuk-e tenni. Ez egy nagyon nagy kihívás, és ugye a sikerélmény akkor jön, hogyha ezt meg tudjuk tenni. Ez a sikerélmény pedig a visszajelzések alapján tud jönni létre, vagy tud létrejönni. Na most a visszajelzés meg éppen a pedagógus pályán azért nehézkes, mert van ugyan egy prompt azonnali visszajelzés, ez a gyerekek szeme a tanórán. Tehát ez azonnal jelez, tehát kijövök az óráról, pontosan tudom, hogy mit nyújtottam én ezen az órán a gyerekeknek. És akkor meg is fogalmazhatom a következő órára, most is még 40 év után, tehát itt az utolsó tanévben sem lehet azt mondani, hogy rutinból csinálja az ember, mert minden osztály más, minden gyerek más, ugyanazt a tananyagot kétszer nem hiszem, hogy le tudom adni. Na most ők visszajelzik. Aztán van, hogy oda is jönnek óra végén, akkor az már még egy plusz visszajelzés. Nekünk van egy nagyon exakt mérésünk, ez az érettségi, tehát ott az egy kicsit középtávon jelzi vissza, hogy mit csináltam a 4-6 év alatt, hogy milyen eredményeket értünk el, de azért a végső visszajelzés az a hosszú távú. Tehát amikor egy 20 éves találkozón összejövünk, és akkor látom, hogy mi lett azokból a gyerekekből, na akkor nyugodhatok meg, amikor rájövök, hogy milyen klassz emberek lettek, mennyi mindent tesznek. De ehhez azért mindig kell kitartás, hogy ki tudjam várni. Mióta pedagógus vagyok, mindig azt hallom, hogy a többi értelmiségi pályához tartozó embereknél talán kevésbé becsülik a pedagógust, de én ezzel nem gondolom, hogy a pályafutásom során különösen mélyebben foglalkoztam volna, mert nekem volt egy célom, nekem volt egy feladatom, egy kijelölt utam, azon haladtam, hogy apáját mennyire becsülik meg, én a személyes kapcsolataim alapján azt tartom fontosnak, hogy engem megbecsül-e a környezetem és az általam tanított gyerekek. És ez nem anyagi megbecsülés kérdése, persze biztos jó lenne, hogyha kétszer annyit keresne az ember, de hogyha
nem ezt választottam volna, és nem ezt az utat szerettem volna végigjárni, akkor valószínű már rég kerestem volna valami mást a 40 év során, és elhagytam volna a pályát. Gyerekekért szerettem volna tenni, amin úgy gondolom, ezt visszacsatolásokból érzem, hogy a gyerek szeretetem segített keresztül és végig a pályán. Bátaszék is csatlakozott a Körbe táncoljuk a Kárpát-medencét című mozgalomhoz. Kevés az olyan település, ahol ennyi népcsoport van jelen, és mind őrzi a hagyományait. Bátaszék büszke erre, és meg is mutatja. Én ugye, mint a Felvidék Néptánc Egyesületnek az elnöke, gondoltam, hogy megcsinálom az egyesületemmel, de aztán tovább gondoltam, mert hogy ugye ez az összetartozásról szól, ez az egész megmozdulás, a megemlékezés, és mi itt Bátaszéken ugye nagyon sokan élünk együtt, sok népcsoport, ugye a székelyek, németek, felvidékiek, cigányság, és még sorolhatnám, de a három fő népcsoport, ugye, akik meg is mutatkozunk, hagyományunkat aktívan éljük és őrizzük. Bementem a Bátaszéket Marketing Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójához, Csötönyi Lacihoz, és felvetettem neki ezt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha mi bátaszéki szinten megcsinálnánk ezt a kisfilmet, és a három népcsoportot mozgósítva, ebbe a pár percbe belesűrítve megmutatkozna a székelység, a németek és a felvidéki magyarság. A Felvidék Néptánccsoport vezetője Kalmár Évi, egykori kolléganőnk keresett meg, hogy van ez a lehetőség. És akkor arra gondoltunk, hogy hát legyen egy saját filmünk, egy saját 5 perces filmünk. Természetesen mi is szívesen csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez, de akkor szerettük volna úgy megcsinálni, hogy mégis a miénk legyen, amit kiadunk az magunkról, Bátaszékről, az itt élőkről, a helyi jellegzetességekről és persze a néptánc csoportok munkájáról szóljon, őket mutassa be, de megtarthassuk magunknak, és ugyanakkor pedig nyilvánvalóan promóciós vagy marketing célból majd a jövőben, közeljövőben fel tudjuk ezt használni. A székely, felvidéki és váb tánccsoportok örömmel vettek részt a megmozduláson, mert tudják, hogy az elkészült kisfilm megőrzi őket, viseletüket és lakóhelyük nevezetességeit az utókor számára. A vírus helyzet miatt csak 2 pár vehetett részt a megmozduláson tánccsoportonként. Ma nagyon nehéz helyzetben vagyunk, főleg így hagyományőrző, nem csak hagyományőrző, mindenféle csoportosulás, közösség. Ugye hónapok óta nem találkozunk, nem működünk, nem próbálunk, nem táncolunk, és itt ugyan csak 2 párt kértünk tánccsoportonként, de nem volt kérdés, hogy jönnek, hogy vállalják. Egyrészt, hogy végre valami történik, valami csinálhatnak, táncolhatnak, fölvehetik a viseletet, és hát ugye ez egy érték, ez megmarad az utókornak. És én azt gondolom, hogy aki ezt elvállalta, és a mai napon itt táncol, az egy nemes feladatot vett a nyakába, és tényleg az utókornak megmarad emlékbe, és mindenki együttműködő volt, tehát nem kellett senkit se kérlelni, noszogatni. A júniusban már mindenképp szeretnénk valamilyen formában beindítani a működést, ha más nem, akkor szabadtéren, énekpróbákkal, vagy csak beszélgetéssel, de hogy összehívni, visszahívni a tagokat, mert ez hosszú. Hosszú kihagyás egy aktív tánccsoport életébe, ez a március közepétől május végéig. Nehéz, úgyhogy júniustól nagyon bízunk benne, hogy elkezdhetünk táncolni, és újra együtt lehet a banda. A
A Bátaszéket Marketing Nonprofit Kft-nek több rétű a feladata. Az egy dolog, hogy a művelődési ház, a tájház, a turisztikai információs pont programjaiért, illetve az ott folyó munkáért is felelünk, de emellett még számos más dolgunk is van, és többek között hát marketing tevékenységet is végzünk, és a költségvetésünkben erre elkülönített összeg is van. Tehát ez már hosszú éve hagyomány, tradíció, hogy minden esztendőben készítünk több kis filmet. Bátaszékről, az itt élőkről, az épített örökségről, a néphagyományokat őrzőkről, a fesztiválokról, nagyobb rendezvényekről és programokról, és természetesen ezt megosztjuk a különböző webes felületeinken, és aki igényt tart rá, annak szívesen odaadjuk. Hogyha nem is a nagyvilágnak, de magunknak, bátaszékieknek mindenféleképpen ez egy maradandó és jó dolog lesz. Megmutatjuk azt, hogy itt helyi szinten is összetartunk, összetartozunk, és ugye nagyban és világszerte, országszerte is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!